Egy hidegfront összefüggő felhőzete húzódik jelenleg fölöttünk, azonban ebből a felhőzetből most tartós, áztató eső sehol sem valószínű. Köszöntöm az M1 nézőit, jó reggelt kívánok, Szilágyi Eszter vagyok. Ma is és a hét további részében is inkább csak szorványos jelleggel készülhetünk, záporokra, helyenként mennydörgés, villámlás kíséretében. Ezek a záporok azonban a természetben olykor csodás formákat képesek megalkotni. A pókhálón a cseppek tükröződését egy pápai záport követően Mesteri Balázs is megörökített. Nagyon szépen köszönjük neki ezt az ötletes fotót, és várjuk további nézői képeiket a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. A mai nap sem a kánikula lesz a jellemző, de hogyha rápillantunk az európai hőmérsékleti előrejelzésre, látható, hogy lényegében a nyári hőmérsékleti értékek, a forró nyári értékek Kelet-Európában, illetve az Ibériai félszigetre kiszorultak. Közép-Európában, illetve tőlünk északnyugatabbra, ahol tartós északnyugati áramlás dominál, a sok éves átlag alatt maradnak ma is a maximum értékek. Az már említett hidegfront felhőzete itt van felettünk. Napközben ez az összefüggő felhőtöm egyre inkább kelet felé mozdul tovább. Így a kezdetben naposabb keleti, délkeleti peremterületeken is megnövekszik majd a felhőzet, nyugat felől pedig megkezdődik majd a felhőzet csökkenése, felszakadozása. Többfelé számíthatunk tehát ma is majd napos pillanatokra. A napsütés azonban, ahogy belesüt ebbe a felhőzetbe, beindul majd a gomoly felhőképződés, és elsősorban a déli óráktól a Dunavonalától keletre egyre többfelé pattannak ki záporok, amelyekhez mennydörgés, villámlás, helyenként átmeneti szélerősödés, vagy akár apró szemű jég is kapcsolódhat. És szeles nap vár ránk. Azt is mondhatnám, hogy a Dunántúlon kellemetlenül szeles időben lehet részünk. Már most a hajnali óráktól kezdődően élénkül az északnyugati szél, mely meg is erősödik, helyenként pedig akár viharos széllökések is kialakulhatnak, és ez a szél egészen az esti órákig kitart, akár csak a záporos, zivataros tevékenység. Akkor nézzük is, mi vár azokra, akik ellátogatnak a mai nap folyamán tavainkhoz, folyóinkhoz. Nem lesz tehát a klasszikus strandidő. Folyóink közül a Rába víz a leghűvösebb, itt mindössze 20 fokot mutat a vízhőmérő, míg a legmelegebb a Körösök, illetve a Tisza víze, és mivel a Tisza tavat az élő Tisza víze táplálja, így értelemszerűen tavaink közül ez a legmelegebb. Erős szélben azonban tavaknál figyeljék ma is a viharjelző rendszert, és a következő napokban is mindenképpen érdemes figyelni, hogy a strandolást terveznek, ugyanis marad az erős szél, ez pedig továbbra is hűvös levegőt szállít hozzánk, így a 30 fokos csúcsértéktől messze elmarad majd a hőmérséklet, és változékony idő vár ránk, ahogy már említettem, szorványosan záporokkal, zivatarokkal. 1934-ben Hille Alfréd kezdeményezésére ezen a napon indult el a balatoni viharjelzés. A szolgálat korabeli felszerelése viharágyukból, szirénákból és mentőcsónakokból állt, majd 1951 nyarától a riasztás eszközei a sárga és piros rakéták, valamint a jelzőkosarak lettek. A 80-as évek vége felé dördült el az utolsó viharágyú is, helyüket pedig felváltották a távvezérelt villanócsöves lámpák. Napjainkban már 31 stabil fényjelző, kiemelt strandokon pedig további 16 ledes lámpa gondoskodik a nyaralók biztonságáról. Elsőfokú viharjelzés idején percenként 45-ször villan a lámpa, ekkor csak a parttól számított 500 méteren belül lehet fürdőzni. Másodfok esetén a lámpák percenkénti 90 felvillanása jelzi, hogy rövid időn belül megérkezhet a vihar, így tilos fürdőzni és fürdőeszközzel a vízen tartózkodni. Kérjük, hogyha ellátogatnak idén nyáron a Balatonhoz, figyeljék a viharjelzést, és ne feledjék betartani a szabályokat. Én most búcsúzom, és szép napot kívánok Önöknek, a viszontlátásra! Thank you.